Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megérkezett a Mikulás, Tolna megyében csak jól viselkedő gyerekeket talált a nagyszakálló. Adventi hétvégék színes programokkal várják az érdeklődőket Tolna megye szerte. Horváth adventi gála műsor, Dombóváron már hagyománya van a most megtartott programnak. Felelnie kell a késelőnek, életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják a román férfit. December 6-án az egész országban Tolna megye szerte is megérkezett a gyerekekhez a Mikulás. Stábjaink ott voltak több településen is, amikor a nagyszakállú ismét ellátogatott a kicsikhez, akik szinte kivétel nélkül mindannyian egész évben jól viselkedtek. Nagyon várták már ezt a pillanatot a szekszárdi polgármesteri hivatalban dolgozók gyermekei. Míg a nagyszakállú megérkezett hozzájuk, a program részeként a Kendermag pedagógus bábcsoport szórakoztatta az egybegyűlteket. Nagyon örülünk annak, hogy a Covid elmúltával megvan erre a lehetőségünk, hogy a hivatal dolgozói gyerekeinek egy bensőséges Mikulás ünnepséget tudunk itt a hivatalban tartani. Természetesen programok lesznek majd, különböző báb, színház előadás, és természetesen csomagokkal lesznek megajándékozva az ifjú hölgyek és urak. A Mikulás miután szétosztotta az ajándékokat, az adventi forgatagba sietett, ahol a Babits Mihály Kulturális Központ előtti téren várta a sokadalom. Az intézmény adventi program sorozata ismét elérte a célját, nagyon sok család jött el együtt várni a Mikulást. A várakozás, a szeretetbe való hit, a közösségi érzés hatványozottan érezhető. Ez ennek az évnek ilyen szempontból talán a legfontosabb szakasza, amikor az egyedülálló emberek, az elesettek, a nagycsaládosok és sok-sok olyan réteg, aki nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy nagyon gazdag ajándékkal kedveskedjen a másiknak, de ha olyan programokat, olyan műsorokat kap, ahol ő is önfeledten átérezheti ennek az egész várakozásnak nagyszerű érzését. Dombóváron kedden későn délután érkezett meg a gyerekekhez a városi Mikulás. A helyi művelődési házban közel 100-an vártak már rá. Nagyon tetszett. Mi egyébként először Csömörön voltunk. Ott kicsit másabb a műsor, ott volt kisvasút még a gyerekeknek, azt így nagyon élvezték, de ez is nagyon színvonalas volt. Kétyen szerdán délelőtt a Baba Mama klubba látogatott el a télapó. A kistelepülés legkisebb lakói idén kifejezetten egészséges ajándékokat kaptak. Ennek ott már hagyománya van. Most az a legfontosabb, hogy a gyerekeket próbáljuk az egészséges életmódra nevelni valamilyen úton, módon, és hát a csokoládét, mint olyat, azt annyira korlátozunk, amennyire csak lehet. És most már évek óta a Mikulás úgy rakja össze a Mikulás zacskóban az ajándékokat, hogy annak a túlnyomó többsége inkább gyümölcs, vagy valami olyan, amit a gyerekek egészségesen el tudnak fogyasztani. Tamásiban már az óvoda ablakából lesték a gyerekek, hogy mikor érkezik hozzájuk a Mikulás. A kicsik egész évben jól viselkedtek. Azt ígértem a télapónak, hogy hazaviszem az ajándékomat. Bátaszéken a roma gyerekek énekelték magukhoz a Mikulást december 6-án este a művelődési házban. A már hagyományosnak számító eseményre a vártnál több gyermek ment el, és készült a nagyszakállúnak egy verssel vagy énekkel a csomag reményében. Nekünk a cigányoknak ezek az események nagyon nagy ünnepek, a Mikulás nap, karácsony, ezek mind olyan ünnepek, amit mi a régi hagyományos cigány emberek, akit még éltünk, meg élünk, úgy örököltük át a szüleinktől, hisz nekünk a karácsony az olyan karácsony volt, ami szegényes volt, nagyon szegényes.
Éppen ezért a bátaszéki roma önkormányzat minden évben megvendégeli a településen élő cigány gyerekeket, hogy ők semmiképp ne maradjanak ki az ünnepből, és hogy örömet szerezzenek nekik. A hétfőn hatályba lépett kőolajszankciók után két nappal a kormány a MOL javaslatára az üzemanyagárstopot megszünteti, jelentette be kedden késő este Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. A tárcavezető hangsúlyozta, a brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos üzemanyagárat nem lehet az ország összes benzinkútján a magyar családoknak biztosítani. Gulyás Gergely jelezte, a szankciók életbe lépése az elmúlt napokban mindenki által megtapasztalható módon zavarokat okozott Magyarország üzemanyagellátásában. A MOL tegnap levélben tájékoztatta az energiaügyi minisztert, hogy üzemanyag import nélkül nem tudja megoldani az ország üzemanyagellátását. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos benzinárat már nem tudjuk az ország benzinkútjain a magyar családoknak a továbbiakban biztosítani. A kőolajszankciók hatályba lépése után két nappal, ezért a kormány a MOL javaslatát megfogadva a benzinárstopot megszünteti. A MOL-t pedig felkérjük arra, hogyha szükséges, akár a drágább Brent olajból származó üzemanyagimport megszervezésével is biztosítsa az ország teljes körű üzemanyagellátását. Az ajándékok már becsomagolva, az utolsó előkészületek zajlanak a piac téren, a 62 éven felüli szekszárdi polgárok karácsonyi csomagjainak kiosztása előtt. A tavalyihoz hasonlóan 2022-ben is megközelítőleg 4562 éven felüli lakos regisztrált a karácsonyi élelmiszercsomagokra. Az októberi regisztrációnak és a gyors beszerzésnek köszönhetően a 4000 forintos csomagok mai bolti értéke megközelíti a 6000 forintot. Az osztás 2022. december 8-án csütörtökön kezdődik, és december 16-áig péntekig tart a piactér 1/A szám alatt. Hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8-tól 14 óráig lehet érkezni az ajándékokért. A szervezők azt kérik, hogy mindenki azon a napon érkezzen, amikor a nevének kezdőbetűjéhez igazítva várják. Valamint az is fontos, hogy az érintett legyen személyi okmány vagy meghatalmazás. Az elkövetkezendő időszakban színes programokkal várják az érdeklődőket Tolna megye szerte, ugyanis a Tolna megyei önkormányzat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal együttműködve adventi hétvégék elnevezéssel szervez termelői és kézműves élménypiacokat. December 11-én Pakson, 17-én Bonyhádon, illetve december 18-án Bátaszéken várják majd az érdeklődőket. Elsősorban a települések önkormányzatainak támogatása a cél, mondta a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Zsiko Zoltán egy sajtótájékoztató keretein belül jelentette be, hogy az elkövetkezendő időszakban a már meglévő Tolna megyei rendezvényeket szeretnék helyi termelőkkel, élménypiaccal kiegészíteni, kulturális programokkal színesíteni. Ennek megvalósításához a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat nyújt segítséget. Ez az Agrárminisztériumnak az egyik háttérintézménye, több fő prioritás van megfogalmazva itt. Különböző programszervezés, vidékfejlesztési szereplőknek a tájékoztatása, főképp a vidékfejlesztési programról, illetve a másik fő prioritás az, amiért itt vagyunk, a helyi termékek, kézműveseknek a termékeinek a népszerűsítése és a lakossághoz való közelebb hozása. Tehát ez a fő prioritás. A rendezvényeken minden korosztály találhat magának kedvére valót, a vásárban és a kulturális eseményeken egyaránt. A tavaszi időszakhoz hasonlóan, mind kulturális tekintetben, mind pedig a helyi termelők tekintetében egy ilyen jótékony összefogás látszik, és ez a jótékony összefogásnak az lesz az eredménye, hogy szép települési adventi rendezvények, jó hangulatú vásárok, jó hangulatú kulturális programok lesznek láthatóak és hallhatóak. Tolna megyében december 11-én Pakson, 17-én Bonyhádon, illetve december 18-án pedig Bátaszéken várják majd az érdeklődőket. Adventi gálaműsort rendezett Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata Dombóváron. Náluk ez már hagyomány, idén a program során közel 50 gimnazista állt színpadra.
Két nyelven, magyarul és horvátul előadott, közel egy órás adventi műsorral készültek a pécsi gimnazisták. Ők már évek óta visszajáró vendégek a Dombovári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyváró ünnepén. Ezek a felkészülések úgy zajlanak, hogy már jóval korábban, nagyjából egy hónappal korábban elkezdünk rá készülni, és folyamatában vannak a próbák, szinte mondhatni, hogy napi szinten nem az egész komplett műsor, hanem részeiben, elemeiben, és akkor van mindig egy olyan hét, amikor a főpróbák zajlanak, amikor együtt összepróbáljuk a különböző részeket, amiből a műsor összeáll. A Dombovári Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata. A testület elnöke azt mondja, ezért is különösen fontos számukra, hogy minden lehetséges eszközt megragadjanak ahhoz, hogy ápolják az anyaország kultúráját. Hát próbálunk úgy tevékenykedni, hogy értelme legyen, olyan programokat szervezni, amelyek tartalmasak, összefogják azt a kis csapatot, amivel rendelkezünk, illetve azt a szimpatizáns kört, akik már hagyományosan részt vennek a rendezvényeinken, illetve tartjuk azokat az emlékeket, próbáljuk frissen tartani, élőnek tartani azokat a múltbeli horvát gyökereket, amelyekkel Dombovár rendelkezik. A hagyományos gálaesten évek óta rendszeresen részt vesz Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Ő mostani köszöntőjében arról beszélt, öröm látni, hogy a pécsi diákok és a dombovári horvát közösség mindent elkövet azért, hogy a hagyományaikat életben tartsák. Én azt gondolom, hogy akik évről évre visszajövünk, és látjuk ezeket a gyerekeket, és látjuk azt, hogy milyen örömmel, mosolyogva énekelnek, illetve lépnek fel, még akkor is, hogyha esetleg nem vagyunk sokan, akkor örülünk annak, hogy egyáltalán itt lehetünk ezen az estén. Számomra nagyon szép az, ahogy a magyarországi horvátok az őseiknek a kultúráját, nyelvét megőrzik és továbbadják. A mostani adventi gálán közel 50 diák állt színpadra a műsor során. Befejezte a Tolna megyei rendőrség annak a késeléses ügynek a kivizsgálását, amit egy román férfi követett el három ismerőse ellen Kajdacson még év elején. A 20 éves férfinek most a bíróság előtt kell felelnie életveszélyt okozó testi sértésért és egyéb bűncselekményekért. Ezzel a késsel sebesítette meg életveszélyesen szállásadóját, majd másik két ismerősét egy román férfi Kajdacson még 2022. január 1-én. A bejelentés szerint az elkövető először egy 24 éves férfit sebesített meg, akit mellkason szúrt, majd a segélykérést, kiabálást hallva a sérült segítségére érkező 54 éves férfit is többször megszúrta. Ekkor érkezett oda a bejelentő, aki próbálta az édesapját védeni, ekkor a késelő őt is többször megsebesítette. Az álmokfutása során ez a férfi két autót is megrongált, illetve egy lakásban tört zúzott, összesen körülbelül 1 millió forint kárt okozott a sértetteknek. Az elkövetőt még aznap délelőtt elfogták Cece térségében a Fejér megyei egyenruhások. Ezután őrizetbe vették, majd indítványozták a letartóztatását, azóta is börtönben van a férfi, az ottani kihallgatása során beismerő vallomást tett, elmondta, hogy az elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol és a korábbi sérelmei miatt begőzölt az ő kifejezésével érve és nem tudott leállni. Az ügy kivizsgálását a napokban fejezte be a Tolna megyei rendőrség. A román nemzetiségű férfinek életveszélyt okozó testi sértés és egyéb bűncselekmények elkövetése miatt kell majd felelnie a bíróságon. Regionális híreink következnek. Újabb könnyítéseket vezetnek be, változnak az átalányadózás szabályai 2023-tól. Közvetlen uniós alapok, összesen 377 milliárd euró kerülhet a pályázókhoz 2027-ig. Dibusz Dénes a kapus évzárón, Pécsre látogatott a válogatott focista. Kedvezően változnak az átalányadózás szabályai 2023. január 1-től. Az érintetteknek továbbra is be kell nyújtaniuk a járulékbevallásukról készült dokumentumot, azonban már nem havonta, hanem negyedévente. Ugyanígy a fizetési kötelezettséget is ekkor kell teljesíteni.
Az általányadózó egyéni vállalkozók 2023-tól havi helyett negyedéves bevallás benyújtására kötelezettek. Ezt továbbra is az 58-as jelű nyomtatványon tehetik meg az érintettek, ahol a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót kell bevallani. A határidő a tárgy negyedévet követő hónap 12. napja. Ezen időpontig kell megfizetni a kötelezettséget is. Kedvező változás 2023-ra vonatkozóan, hogy már nem kell figyelembe venni az előző évi bevétel összegét. Az évközi határokra viszont tekintettel kell lenni, tehát a minimálbér 10-szeresére, illetve a kizárólag kereskedelmi tevékenységet folytató általányadózó esetében a minimálbér 50-szeresére vonatkozó értékhatár. További kedvező változás, hogy az általányadózási mód megszüntetése utáni várakozási idő az eddigi 4 évről 12 hónapra csökken. Emellett a hivatal bevezeti az úgynevezett göngyölítéses módszert. Ez azt jelenti, hogy az arányosság érdekében, amíg az adózók ki nem merítik az adómentes jövedelem keretet, addig kevesebb SZIA, TB, illetve szochó fizetési kötelezettség terheli őket. Az év másik részében viszont ezek az összegek magasabbak lesznek. Az éves összeg kiegyenlítése arány érdekében került bevezetésre ez a göngyölítéses módszer. Ennek a módszernek a lényege, hogy az adóköteles jövedelemhez, a negyedéves adóköteles jövedelemhez hozzá kell adni az előző negyedév vagy negyedévek adóköteles jövedelem összegeit, és ebből kell kivonni az előző negyedév vagy negyedévek járulék alapjának az összegeit. Ezt a különbséget kell elosztani annyi hónappal, amennyiben a tárgy negyedévben biztosított volt az általányadózó. Fontos, hogy minden hónap egésznek számít, amennyiben legalább egy napig biztosított volt az adózó. A közvetlen uniós alapok jelentős finanszírozási lehetőséget jelentenek, és a 2021-től 2027-ig tartó uniós költségvetésben összesen mintegy 377 milliárd eurót tesznek ki, hangzott el a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Itt tartottak tájékoztatót arról, hogyan lehet ezekre pályázni. Az előadó elmondta, hogy egy összeurópai versenyben vesznek részt, ezért a pénzért a hazai cégek, önkormányzatok, szervezetek. Így csak a legjobb pályázatoknak van esélyük nyerni. Óriási pénzekről van szó, aminek megszerzésében hazánk eddig nem jól teljesített. Ezen lehetne változtatni a mostani EU-s pénzügyi ciklusban, erről beszélt a szakértő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A közvetlen uniós alapokról volt szó, amikre cégek, önkormányzatok, szervezetek pályázhatnak 2027-ig. Gigantikus összegekről van szó, majd mutatni is fogom a prezentációban, hogy az 377 milliárd euró, tehát elképzelhetetlenül nagy összegről van szó. Abban különböznek a mindenki által ismert Magyarországon megpályázható brüsszeli forrásoktól, hogy ezeket közvetlenül Brüsszelből kell megpályázni. Ezek az összegek ott maradnak, és onnan kell őket megpályázni. Egy nem túl egyszerű, elég nagy kihívást jelentő folyamaton keresztül, és pont ezért nagyon fontos, hogy tájékoztatással, ismertetéssel, sőt esetleg az MFO-nak nekünk a szolgáltatásaink segítségével közvetlenül megismertessük a vállalkozókat, és segítsük ebben őket. A pályázati ötlet megszületésétől a pályázat benyújtásáig segítenek a folyamatban, mondta a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda munkatársa. A közvetlen uniós alapoknál is vannak olyan témák, területek, amelyek előnyt élveznek. A COVID utáni helyreállítás, a digitalizáció és a zöld átmenet, tehát a zöldítés, a környezetvédelem, körforgásos gazdaság, talán ez a három legfontosabb téma. A közvetlen uniós alapoknál nincs országokra lebontott keret, így európai versenyben vesznek részt a pályázók. Ezért kell nagyon jól megírni ezeket, hogy aztán részesüljenek a 377 milliárd eurós alapból sikeres elbírálás esetén, mondta a szakértő. A PMFC minden decemberben rendez kapus évzárót. Az eseményt az egy hónappal ezelőtt átadott idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpontban tartották. Az évzárónak hagyományteremtő céllal illusztris vendége volt. Dibusz Dénes, a Ferencváros és a magyar válogatott kapusa látogatott el nevelőegyesületéhez. Évtizedes hagyomány, hogy a PMFC család kapusainak évzárót tartanak. Az idei esemény díszvendége az egykor szintén Pécset pallérozódó Dibusz Dénes, válogatott labdarúgó, a Ferencváros kapusa volt, aki az évzáró előtt bejárta a november 4-én a Pécsi labdarúgás napján átadott idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpontot. Dibusz Dénes első szóra elfogadta a meghívást és ellátogatott nevelőegyesületéhez. A fiatalok számára az mindig
egy plusz motivációt jelenthet, hogyha láthatják a felnőtt játékosokat is edzés közben, elleshetnek tőlük dolgokat. Én is emlékszek, hogy nagyon örültem akkor, amikor tizenévesként egyszer-egyszer úgy hozta az élet, hogy mondjuk a felnőtt csapat mondjuk az időjárási körülmények miatt itt edzett Kovácstelepen, és ez egy nagyon jó élmény volt mindig őket testközelből látni, úgyhogy én bízom benne, ez a mostani fiatal generációnak is hasonlóan nagy élmény. Az évzáróra Sólyom Csaba kapusedző koordinátor hívta meg Dibusz Dénest, hogy motiválja a fiatalokat. Sokkal komplexebb lett a játékunk. A legfontosabb része az, azt gondolom, az, hogy mentálisan kiegyensúlyozott legyen valaki, és jó döntéseket tudjon hozni. Gyakorlatilag nálunk ugye pillanatok alatt kell meghozni a helyes döntést, és a választási lehetőségek közül a legjobbat kiválasztani. Az évzárón ezúttal nem csak a fiatal sportolók, de még Dibusz Dénes sem távozott üres kézzel. A Fradi és a magyar válogatott kapusa egykori pécsi mezét kapta ajándékba a klubtól. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Megérkezett a Mikulás, Tolna megyében csak jól viselkedő gyerekeket talált a nagyszakálló. Adventi hétvégék színes programokkal várják az érdeklődőket Tolna megye szerte. Horváth adventi gála műsor, Dombóváron már hagyománya van a most megtartott programnak. Felelnie kell a késelőnek, életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják a román férfit. Csütörtökön erősen felhős idő következik, de rövid időszakokra kisüthet a nap. Kisebb eső elszórtan országszerte előfordulhat, illetve a Dunántúlon helyenként havas eső, hószállingózás is kialakulhat a nap folyamán. Éjszaka is marad a borús időjárás. Országszerte lehet időszakosan gyenge vagy mérsékelt eső. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!